estét kívánok! Pataki Csilla vagyok, az ELTE Alumni Központ vezetője. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Furcsa érzés itt az Alma Máterem üres dísztermében állni és elképzelni, ahogy 250 monitor segítségével figyelik itt az eseményeket. 250-en regisztráltak, tehát elmondhatni, telt ház előtt futtunk. Jubileum alkalmaz a mai 15. ELTE sikerek. Minden egyes előadáson itt voltam. Tanúja voltam annak, mikor a karzaton is álltak az emberek, olyat is láttam, hogy a nézőtér félig telt meg. De mindegy is, hogy hányan tudtak éppen akkor eljönni, az utólagos, virtuális nézettség jóval felülmúlta ezt. Eleddig mindösszesen 30 ezeren élvezték ezeket a remek előadásokat. Egyre népesebb az aktív ELTE alumni, ELTE diplomások köre. Bárhol élnek is a világban, a volt hallgatóink egyre több távolból is élvezhető lehetőséget nyújt nekik az egyetemnek az egyetemünk alumni oldala. Ma először élőben is élvezhetik az egyik előadásunkat. A hála és a köszönet jut eszembe mindazok irányában, akik a mai este előkészítésében részt vettek, és az élő közvetítést is lehetővé tették. Legfőképpen mai előadónknak, aki nagy gyakorlattal a háta mögött vállalta a kihívást ebben a kevésbé vonzó formában is. Köszöntöm köreinkben Plé Csaba pszichológust, nyelvészt, továbbá Borhi László rektort, az ELTE Alumni Alapítvány elnökét, Hudec Ferenc korábbi rektort, sorozati védnököt, valamint Petsz Denis kollégámat, a sorozat felelősét is. Ő lesz az, aki az előadás alatt beérkező kérdéseket az előadó felé tolmácsolni fogja. Az előadás végén lesz negyed óra a kérdések megválaszolására is. És most Borhi Lászlóé a szó. Tisztelettel köszöntöm én is mindazokat, akik élő adásban követik az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem történetében első, és szívemből mondom, remélem, hogy utolsó ebben a formában történő alumni előadását az ELTE sikerek sorozatának keretében. És ugyanígy nagy tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, Plé Csaba professzort, akadémikust, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, nyelvészt, pszichológus, pszichiátert, aki az ELTE, mint szakmai műhely erőssége, öröksége című előadását fogja ma nekünk megtartani. Plé Csaba akadémikus egyetemünknek többszörös alumnusza, hiszen egyetemünknek többszörös hallgatója volt, tekintve, hogy 1969-ben pszichológiát, majd 1973-ban az alkalmazott nyelvészetet és általános nyelvészet szakot végezte el egyetemünkön, az egykori bölcsészettudományi karon, ahol még pszichológiát is lehetett tanulni. Feltételezem, hogy az egyik első pszichológus hallgatója volt az egyetemünknek. Szakterülete a pszichológia és a pszicholingvisztika végzettségéből fakadóan. Végigjárta a tudományos ranglétrát, hiszen 1970-ben doktor universitatis fokozatot szerzett, 1984-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, és 1997-ben akadémiai doktori vagy nagy doktori fokozatot szerzett. Innen egyenes út vezetett a Magyar Tudományos Akadémiára, amelynek 1998-ban levelező, 2004-ben pedig rendes tagja lett. Innen is egyenes út vezetett az Európai Akadémiára, amelynek 2007-ben rendes tagja lett. Elismerése is a Magyar Tudományos Akadémiához kötik, hiszen 1996-ban akadémiai díjat, 2010-ben pedig Széchenyi díjat kapott. Plé Csaba professzor ezer szállal kötődik tehát a Magyar Tudományos Akadémiához, de több ezer szállal kötődik a magyar és a külföldi felsőoktatási intézményekhez is, hiszen hazánkban négy egyetemhez, a Szegedi Tudományi Egyetemhez, Budapesti Műszaki Egyetemhez, az Eszterházy Károly Egyetemhez, illetve Alma Materéhez, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemhez kötődik, de ugyanezt lehet róla elmondani több külföldi egyetem vonatkozásában, például a Bécsi Egyetem, az Indiánai Egyetem, a Harvard Egyetem vagy a Triesti Egyetem tekintetében. Ez az ezer szállal való kötődés az egyetemekhez iskolateremtő munkásságot jelent, hiszen ahol Plé Csaba tanított, ott iskolateremtőként hagyta hátra a nyomát. Szegeden, a Pszichológiai Intézetben Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Program alapítója volt, a híres Szegedi Kognitív Program elindítója. A
Magyar Tudományos Akadémia és a Budapesti Műszaki Egyetem kutatócsoportját létrehozva, a neuropszichológiai és pszicholingvisztikai kutatócsoport nyilván elődje volt a Budapesti Műszaki Egyetemen általa megalapított és tanszékvezető professzorként irányított kognitív tudományi tanszéknek. Ugyanez a munkásság kötődik az ELTE-hez, illetve az Eszterházy Károly Egyetemhez is. El kell mondani, hogy ezek az első hazai kognitív tudományos műhelyek, amelyeket Plé Csaba az említett egyetemeken létrehozott. Plé Csaba professzor, a megismerés tudomány képviselője, melynek célja az emberi elme és az emberi természetnek nem csak a megismerése, hanem a megértése is. Ez egy fiatal tudományág, amely az 1960-as években, tehát abban az időszakban, amikor Plé Csaba pályáját, tanulmányait folytatta és pályáját elkezdte, alakult ki, és a pszichológia, a filozófia, a nyelvészet, számítástechnika és a biológia érintkezéséből jött létre. Plé Csaba professzor azóta a megismerés tudomány minden területét műveli, jelenlegi és volt tanítványaival együtt, nyelvelsajátítás, nyelvi feldolgozás, kétnyelvűség, emlékezet, észlelés, kognitív fejlődés, lélektan, evolúciós pszichológia, filozófia, tudománytörténet. Tudományos ismertségét és elismertségét mutatja, hogy több hazai és külföldi folyóiratnak a szerkesztője, például a rangos Magyar Pszichológiai Szemlének is főszerkesztője, és lelkes konferencia szervező, létrehozója és rendszeres szervezője volt az úgynevezett FIKOG és a MAKOG konferenciáknak, előbbi a Fiatal Kognitivisták, utóbbi a Magyar Kognitív Tudományos Alapítvány konferencia sorozatát jelzi. Tagja több tudományos bizottságnak, a Magyar Tudományos Akadémián, Pszichológiai Bizottságnak, az Akusztikai Komplex Bizottságnak, Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar Pszichológiai Társaságnak. Aktív részese tudományos közéletnek is, hiszen 2005 és 2008 között a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára volt, és talán nem árulok el titkot azzal, hogy a következő akadémiai elnöki ciklusban a Magyar Tudományos Akadémia egyik elnökjelöltje. Amennyiben ő lesz a megválasztott akadémiai elnök, akkor ismét humántudományok képviselője, és ismét, vagy továbbra is ELTE-s elnöke lesz a Magyar Tudományos Akadémiának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és tisztelettel felkérem Plé Csaba akadémikust előadásának megtartására. Köszönöm szépen a meghívást. Nem fogunk kezet, és nem üdvözöljük egymást, nem azért, mert barátságtalanok vagyunk, hanem furcsa időkben élünk. Három szempontból is zavarba vagyok. Szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást rektor úrnak és az egész alumni mozgalom szervezőinek az ELTE-n. Nyilván először azért vagyok zavarba, mert ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és ugyanakkor nagyon nehéz feladat. Megpróbálok, a címet is így adtam meg, nem igazi tudományos előadást tartani, de ugyanakkor nem pusztán életem, emlékeim, reflexiókat, hanem a kettősnek valamilyen átszövődését. Ha esetleg a tisztelt távolból figyelő közönség között vannak fiatalok is, nem csak alumnuszok, ugye a mai pszichológus nemzedék, az én tanítványaim, meg azok a fiatalok, akik esetleg figyelik munkásságomat, általában nem nagyon kapcsolnak engem az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez, pedig 30 évig itt tanítottam. Tehát én nagyon büszke vagyok rá, és erről fogok próbálni beszélni, hogy mit is jelentett nekem szakmai munkásságom és emberi arculatom kibontakozásában az ELTE egész múltja. Tehát az egyik feszültségem az, hogy mi legyen a műfaja az előadásnak, a másik természetesen abból következik, hogy itt állok az általam is nagyon tisztelt ELTE aulában, úgyhogy gyakorlatilag a technikai személyzeten és a szervezőkön túl csak Borhi rektor úr és Hudec korábbi rektor úr van itt, és el kell képzelnem, hogy egy távoli közönségnek beszélek. 56 évvel ezelőtt léptem be először ebbe az aulába, 1964-ben, akkor, amikor Borhi rektor úr egyéves volt körülbelül. Nagyon megilletődött voltam,
akkor még nagyon komolyan vettük, hogy felvettek minket az egyetemre, és kaptunk ilyen papírt, hogy évnyitó lesz, és eskütétel. Eljöttünk az évnyitóra és eskütételre, és az első meghökkentő élményem az volt, hogy a lépcsőn felfelé jöve szembe jött velem Strobel Ernő tanár úr, Ernő bácsi, az egyik gimnáziumi matematika tanárunk, mert több ciklusban volt, akkor se volt nagyobb az aula, szervezve az évnyitó ünnepség, és az első ciklusban a arany vagy gyémánt diplomások kitüntetése volt nyilván. Én meghökkentem, hogy az élet, akkor úgy éreztem, és az előadásban ezt próbálom most is éreztetni, hogy milyen folyamatossága ez az életnek. Első lépéseimet teszem meg az egyetem lépcsőjén, és kijön vele szembe, mint a gimnáziumi matek tanárom. Miről próbálok meg beszélni, hogy legyen valami tartalma is? Előadásomnak az alapvonala az lesz, hogy megpróbálom megmutatni, hogy hogyan kerestem az utamat. Rektor úr már említette, hogy pszichológus és nyelvész is vagyok, azon ritka emberek közé tartozom, aki 8 évig volt egyetemista itt az ELTE-n. Olyan furcsa módon voltam egyetemista nyelvészetből, úgynevezett egyéni levelező elrendezésbe, hogy sokszor a saját csoporttársaimat egyébként a tanárszakos kötelező pszichológiára tanítottam. És nagyon büszke vagyok arra is, hogy az egyetem akkor is következetes volt, Pálinkás István, a nagyhatalmú tanulmányi osztályvezető. Miközben én már tanársegéd voltam a pszichológia szakon, mikor 2 héttel késve adtam le a nyelvész szakdolgozatomat, behívott egy ilyen őszinte beszélgetés, hogy ne haragudjon, kollega úr tördelte a kezét. Én azt mondtam, hogy ne haragudjon, Pálinkás, akkor elvtárshozni kellett. Elvtárs, ugye külön eljárási díjat kell fizetnem, azt mondta, hogy igen, sajnos, 200 forintot, de megérte a 200 forintot, ebből a szakdolgozatból lett az első könyvem. Szóval először arról szeretnék beszélni, hogy mik voltak a kezdeti útkeresések, milyen szerepe volt ebben az Ötvös Egyetem tanárainak, mit kezdtem el itt csinálni, hogyan kezdtem el a két szakmám, a pszichológia és a nyelvészet egymáshoz illesztését, a pszicholingvisztikát, és hogyan lett ebből egy sajátos átalakulással az a kognitív mozgalom, amire rektor úr is utalt. Utána pedig az előadás utolsó harmadában arról fogok beszélni, hogy mit csináltam azóta, mit csináltam a Szegedi Egyetemen, akkor még a József Attila Tudományi Egyetem volt, a Műszaki Egyetemen, az Eszterházy Károly akkor főiskola volt, mit csinálok most a Közép-Európai Egyetemen, milyen szakmai problémáim, hogy mondjam, alakultak ki az utóbbi 10-15 év során, és végül arról, hogy hogyan próbálom meg megpróbálni integrálni azt, amit 50 éven át képviseltem, egy sajátos új szakma történeti önreflexióval, hogyan próbálok meg egy olyan pszichológia történetet írni, meg művelni, ami egyszerre interdisziplináris, sokkal nagyobb hangsúlyt helyez az európai folyamatokra, és sokkal, miközben sokkal szociológizáltabb, sokkal kvantifikáltabb is. Hát ez most nagyon elvontan hangzik, de megpróbálom majd illusztrálni. Szóval az útkeresések. Ugye bal oldalon az látható, hogy így érkeztem ide 64-be, mint egy ártatlan gimnazista, meghatódva az ELTE-re. Nagyon intenzív szakmai életet éltünk. Rektor úr említette, hogy talán az első pszichológus hallgatók közé tartottam. Nem teljesen. Az a típusú teljesen professzionális pszichológus képzés, amiben én részt vettem, 1963-ban indult, tehát a miénk a második évfolyam volt, itt éppen egy kiránduláson vagyunk elsősökként, baloldalt Acél Anna, mellette Kolta Emma, ő pedig Székács Judit, most Londonban dolgozó pszichoanalitikus, a hármas hölgykoszorúban pedig magam. A hölgykoszorúk jellemzőek voltak erre a világra,
Olyan világban éltünk, mi meglepően nagy évfolyam voltunk, 54-en voltunk pszichológus hallgatók, de ebből 50-en voltak hölgyek, 4-en voltunk fiúk. Ez az arány azóta sem változott drámaian, de akkor nagyon jó dolgunk volt. Ugye sok hogy mondjam, szocializációs hatásra, könyvtárak, bulik és egyebek hatására 7-8 év alatt sikerült ilyenné átalakulnom. Ez egy kultikus helyen van, Kerouac könyvesboltja és kocsmája San Franciscóba, ez pedig valahol egy nyári jazzfesztiválon. Hogyan éltünk itt az első éveiben az egyetemnek, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen? A Lőcsészkar akkor a Pesti Bardémás utcában volt, ugye a mai Piarista gimnázium épületében. Én itt ebben az épületben, illetve később az Izabella utcai épületben töltöttem egyetemi éveimet, és utána tanársegédtől tanszékvezetőig 30 évig tanári éveimet. Az általános pszichológia tanszék volt az a keret, ahol a mondjuk így tudománnyal, majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyen tudománnyal megismerkedtem, ahol a pszichológiát, mint nem szócséplésekkel foglalkozó, hanem a tényekhez kapcsolódó modern tudományt elsajátítottam. Ez az elsajátítási keret, és ezért mindig hálás maradok az Eötvös Egyetemnek, nem valamiféle szigorú prelegáció volt, hanem egy olyan világ, ahol a munka, a tanulás, a kutatás, a könyvtár, a laboratórium és a köznapi élet világa együtt mozgott. A tanszék, a mi tanszékünk, az általános pszichológiai tanszék rendkívül élénk szociális életet élt, ahol a diákok és tanárok egymással átfonódva szerveztek nagyon furcsa, mai szemmel is avantgardnak tűnő bulikat. Ez a mostani Centrál Kávéház akkor nagyon aktív alsó termében, az úgynevezett hordóban rendezett egyik pszichológus buli. Baloldalt Kurcsár Zsuzsa, kiváló személyiségpszichológus, akkor adjunktus látható, itt Séra László tanársegéd, ő pedig Olá Attila, későbbi dékán, akkor negyedéves diák, és éppen azt játsszuk el a diákoknak, felvételi vizsgát imitálunk, én vagyok ebbe az áll smokingba a vizsgabizottság elnöke, és mindenféle furcsa álneveken és nagyon furcsa kérdésekkel kínosztuk a látszott diákokat, sokat sportoltunk is. Az, hogy mennyire nem ment a sport, próbálom megmutatni ezzel a két képpel. Ez a baloldali kép, Bodor Péter meg szerénységem, ez nem fotballmeccsen játszódik, kosárlabdázunk a Pesti Barnabás utcába. Tessék elképzelni. Ez viszont itt a nyelvészekkel, ez itt Kálmán László, Zolyomi Gábor és szerénységem, ez viszont futball, de ha jól megtetszenek nézni, labda nincs sehol. Tehát ezek rendkívül érdekes és izgalmas szocializációs keretek voltak a felszabadult humor és a mozgás, a életszervezés együtt adta meg azt a keretet, amiben a tudomány működött. Hogyan is működött a tudomány? Megpróbálom a saját kétféle szakmám keretét megmutatni. A pszichológiában két vezető egyéniség volt a 60-as kötőjel, 80-as évek ELTE pszichológiájában. Az egyik Barkóczi Ilona, őt rektor urak is nyilván jól ismerik még. Ez Barkóczi Ilona 75. azt hiszem 75. születésnapi ünnepsége. Mutatok rajta róla majd fiatalabbkori képeket is. Ica egy rendkívül modern, újító, különleges tanáregyéniség volt. Két különlegessége volt. Az egyik az, hogy
Miközben egy olyan világban éltünk, ahol nem voltak tankönyvek, nem voltak háttéranyagok, nemhogy internet nem volt, ő megpróbálta napra készen átadni nekünk az akkori, 60-as évekről beszélek, az akkori modern, elsősorban angol száz, főleg amerikai pszichológia kísérleti orientációját. Egy akkoriban pejoráló kifejezés, ma már őszintébben használhatjuk, egy viselkedés elvű pszichológiát képviselt, amiben ember és állat, idegrendszer és lelki jelenség között nincsen elválasztó határ, és a pszichológia feladata az, hogy a kísérleti tudományok módszertanába beilleszkedve egy további biológiai szemléletű tudomány legyen. Barkóczi másik jellegzetessége az önállóságra nevelés volt. Ő neki a saját kutatási témái is mindig a kíváncsiság, az exploráció és a kreativitás megértése voltak, de ezt mint mentor is érvényesítette a diákok felé. Ő nem, a mai világban nagyon nehéz elképzelni ezt, de ő nem úgy irányította mai értelemben doktori vagy szakdolgozó diákjait, hogy témákat adott neki a saját maga által fontosnak tartott dologból, és annak a kidolgozását várta el, hanem megpróbálta egyengetni a gyerek, a diák ötleteit, és utána hagyta, hogy az kidolgozza. Én nála írtam a szakdolgozatomat is, utána a kisdoktori disszertációmat is. A szakdolgozathoz összesen, akkor 3 évig tartott a szakdolgozat készítése, rektor urak, 3. év elején kellett szakdolgozati témát választani, és 5. év elején leadni. Ez alatt, a 3 év alatt 3-szor beszéltünk arról, hogy én mit csinálok. És ez egy kiváló dolgozat lett, megjelent angolul, németül, magyarul, és így tovább. Nem magamat akarom dicsérni, hanem Barkócit. Tehát ő nem úgy irányított, hogy megmondta, hogy mit kell csinálni, hogy ő maga a saját műhelyét kibontakoztassa, hanem locsolgatott téged, hogy a saját irányodba menjél. A másik kulcsfigura ebben a korban Kardos Lajos volt. Kardos, aki sokunk számára hosszú ideig úgy tűnt, mint a szürkeség apostola, egy kis szürke tankönyvnek volt a szerzője, az első általános pszichológiai tankönyv volt a háború utáni magyar felsőoktatási életben, és egy alsóbb éves szinten, tehát a, mit tudom én, 1965-66-os óráin egy rendkívül körülményes, lassú, a diákokat alapvetően nehezen tanuló, butuska lényeknek tartó ember volt. Tehát sose felejtem elő, olyan órákat tartott, mikor Barkóczit helyettesítette valami, a percepcióról bejött, és 25 percig arról beszélt, hogy tudják maguk, milyen a háztető. És akkor hosszan elmagyarázta nekünk, hogy a háztető különlegessége az, hogy cserepekből áll, egyszerre látjuk a cserepeket, és egyszerre a háztető egész mintázatát, óriási dolog. De ezt 25 percig mondta el, mint a percepció szerveződésének egyik alapját. Paradox egyéniség volt ugyanakkor, mert Kardos Lajos azután, ugyanazon az egyetemen, negyed, ötödévesként újra megismertük, újra találkoztunk vele, úgynevezett speciál kollégiumokon. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert akkor még olyan szigorú tanrend volt, ez még a 20-as, 40-es évek német világának örökségeként, hogy meg volt adva, hogy a speciál kollégiumot, ami olyan privatissimum-szerű dolog volt, egyáltalán az egész tanszéken kitarthat. Összesen 3 ember tarthatott. Hosszú ideig csak 2, Kardos Lajos és Barkóczi Ilona. Szóval mindegy, fölvettünk speciál kollégiumot Kardosnál. Kardos úgy indította a speciál kollégiumot, hogy azt hittük, hogy megint olyan száraz, szájbarágos és semmere nemből lesz, mint első másodéves óráinkban. Akkoriban készítette, ő irányította egy híres amerikai tankönyv, a Woodburn-Rosberg tankönyv magyar fordítását, és ebből a diszkriminációs tanulási fejezetet vesszük át. Ez 10 oldal összesen egy tankönyvben. Tartalma az, hogy az állat megtanulja, hogy baloldalt vagy jobboldalt levő ajtó menjen be, vagy azon az ajtón, amin kör van, vagy háromszög, stb.
ezt az egyetlen fejezetet egy fél év alatt olyan alapossággal és olyan részletességgel vettük át, hogy én, ha ezekről a témákról kell tanítanom, még mindig az ő szavai visszhangoznak a fülemben, és azt a precizitást, ahogyan kísérletezni kell, ahogy a tapasztalat és az elméleti kérdést egymáshoz viszonyítani kell a pszichológiában, tőle akkor tanultuk meg. Tehát Kardos paradoxon az, hogy nagyon rossz tanár volt alsóbb éveseknek, mai értelemben viszont nagyon jó tanár volt a graduális képzés szintjén, és a kettő közt valami nagy szakadék volt nála. Kardos egyébként egy bécsi iskolázottságú, ugye a numerus clausus következtében, ő a 20-as években a Bécsi Egyetemen tanult, nem csak, hogy rendkívül művelt volt, hanem mai értelemben túlképzett is. Egyszerre végezte el a Bécsi Egyetemen a matematika szakot és az orvosi egyetemet, valamint az orvoskart, két diplomája volt, és miközben, mint matematika szakos tanárképzési modulként fel kellett vennie egy logikaórát, amit éppen Karl Bühler, a Bécsi Egyetem, akkor oda került, nagyon kiváló pszichológusa tartott, hirtelen rájött, hogy őt igazából ez érdekli, és átpártolt, már a pszichológiából doktorált, ahol a bravúros matematikai tudását kihasználva, először az 1930-as években elsőként mutatott meg az észlelési folyamatokra egy bonyolult differenciál egyenlet rendszereken alapuló modellt, aminek a lényege az, hogy a tárgyak kiugrása a háttérből úgy valósul meg, hogy a látórendszer, akkor még nem ilyen agydumával magyaráztuk ezt, hogy a látórendszer az átlagos megvilágításról készít becsléseket, és ehhez képesti differenciákat számol ki. Ez itt azt mutatja, hogy Kardos 1958-ban a Bonni Egyetemen az egyik háború utáni első nagy nemzetközi pszichológus kongresszuson régi bécsi barátaival találkozik, például Fritz Heiderrel, aki akkor már híres amerikai szociálpszichológus volt, ez itt Kardos Lajos. Kardos egyébként, és ez is egy sármja az öreg úrnak, nagyon fiatalon megözvegyült, két lányát egyedül növelte, soha nem nősült meg újra, de ugyanakkor a női nem nagy csodálója volt. Ő volt az, aki ha az ember, mikor már közel került hozzá, tanácsokat kért az élet különböző dolgairól, akkor mindig olyan jelszavakat tanított meg őszintén, hogy édesfiam, egy szabály van, csak nem abba hagyni. Ezt a tudományra és a hölgyekre is értette. Ez egy, bocsánat, itt azt akartam megmutatni, ez az Elte Visegrádi üdülőjében a Dunamenti Országú Pszichológus Kongresszusa, ez a nagy kongresszusi felvétel, tessék megnézni, hogy a legcsinosabb nő mellett ül Kardos Lajos azonnal. A kolléganő egyébként egy magyar származású romániai kolléganő volt. Jó, szóval két nagy egyéniség. Ugyanez volt a nyelvészetben is, egy fiatal, dinamikus és egy látszólag száraz, de rendkívüli egyéniség alakította felfogásomat. Először a látszólag szárazról beszélek itt, megfordítom a sorrendet. Telegdi Zsigmond. Telegdit, amikor 1970-ben be akartam iratkozni nyelvészet szakra is. Ennek hosszú múltja van, régóta érdekelt a nyelvészet, nem akarok most ilyen személyes mozzanatokról beszélni. Elmentem hozzá, hogy mint akkor már a általános pszichológia tanszéken dolgozó tanársegéd elmagyarázzam, hogy mit akarok. Telegdi a maga száraz, körülményes stílusába nem vette ezt egy 5 perces kollegiális beszélgetésnek, 2,5 órán keresztül faggatott arról, hogy mit tudok pszichológia és nyelvtudomány kapcsolatának múltjáról, mit tudok Wundt Völker pszichológiájáról, Kainz sprachpszichológiájáról és Bühler nyelvelméletéről. És mit gondolok, miért
nem lett olyan sikeres Bühler nyelvelmélete. Arra akart kilukadni, hogy mondjam azt, hogy Bühler eléggé eklektikus. Ez egy nagyon furcsa beszélgetés volt. Életem egy első olyan sokkoló beszélgetése volt, ahol egyszerűen egy 24-25 éves tanársegédet úgy vesznek, mint egy kollégát, és kikérdezik, hogy miért akarod te ezt a nyelvészetet tanulni. Telegdi is nagyon nehézkes tanár volt, én már, mint eredetileg magyar pszichológia szakos voltam 2 évig, mint magyar szakos is, tehát már 64-ben is jártam Telegdihez általános nyelvészeti kurzusokra, igen fárasztó, nehézkes órák voltak, rendkívül lassú előadásmóddal. Ez drámaian megváltozott az általános nyelvészeti szakon. Telegdi különböző témájú órákat tartott, nekünk éppen szemantikát, de teljesen mindegy volt az óra témája, mindig nyelvtudomány történetet adott elő. Nekünk például egy fél éven keresztül Frege és Husserl felfogását a nyelv jelentéstani szerveződéséről, a matematikai függvényfogalom bevezetéséről, a nyelvészeti elemzésbe, és így tovább. Olyan igényes volt, hogy én sose felejtem el, hogy a nagyon száraznak tűnő órák után én nyelvészetre úgy jártam, hogy a kolokvimokra, mint egy posztgraduális diák, mindent elolvastam. Tehát itt a szomszédban levő egyetemi könyvtárból kivettem a rendelkezésre álló Frege és Husserl könyveket, és elég gyenge volt a németem, de elolvastam őket németül a kolokviumra. Az egyik legdrámaibb diák élményem kapcsolódik ehhez, mert Telegdi úgy emlékezett, hogy ennek a kurzusnak az volt a címe, hogy nyelvtudomány története, és a kolokviumon elkezdtem mondani, hogy első fél év volt, első fél év, jó, hát akkor beszéljen egy kicsit a szofisták nyelvfelfogásáról. Hát én úgy köhögtem 5-6 mondatot a jelöltségi vitáról, a hasonlósági és a konvenció alapú elvek, és akkor Telegdi azt mondta, azért a kollega úrtól már többet vártam volna, és akkor egy mély levegőt kellett vennem a jó néhány évtizedes tekintélykülönbség közepette, és megmondani neki, hogy professzor úr, ebbe a fél évben mi kivételesen nem a görögöket tanultuk, hanem Frégét és Husserlt. Utána rendben, de ez egy iszonyú bátorság kellett ehhez, de rendbe jött a dolog, elbeszélgettünk Frégéről és Husserlről. A másik irányító egyéniség Szépe György volt. Sikerült találnom egy fiatalkori képet. Így nézett ki Szépe, amikor minket keze alá vett. Az egész nyelvészet akkoriban egy nagyon pici elit szak volt, 6-8-an voltunk diákok, évfolyamstársam volt például a mai nyelvészetben neves kollégák közül Kenesei István, vagy Bánréti Zoltán, a Nyelvtudományi Intézet korábbi igazgatója és igazgatóhelyettese, Szabolcsi Anna, a New York University professzor és tovább. Tehát mi később kiderült, hogy elég jó nyelvészek lettünk, de ezt annak köszönhetjük, hogy Szépe akkoriban Amerikából hazajöve néhány hónap alatt egy nagyon új hozzáállást sajátított el a nyelvészetről, ami egy, hogy mondjam, robbanásszerű újítás volt. Emberi attitűdjében ez azt jelentette, hogy mindenkit mentorálni szeretett volna. Ez néha idegesítő volt, de néha viszont felvilágosító. Mindenkit próbált valamilyen útjára tenni a nyelvészetnek. Annélkül, hogy megmondaná, hogy azután azon az úton mit csináljon. De amit ő látott benne, arra az útra. Így tett engem a pszicholingvisztika útjára. A másik pedig, hogy ő és Telegdi megtalálták az összhangot. Telegdi a Humboldtianus német egyetem és nyelvfelfogás eszméjéből indulva ennek egy új mutánsára ismert rá, a Chomsky elindított a generatív nyelvészetbe, Szépe pedig ezt hozta, mint friss anyagot. Egy olyan világot teremtettek, ami minden a formális szabályok és a mondattan köré szerveződött az emberi nyelv és a nyelvhez kapcsolódó gondolkodási, világnézeti és egyéb dolgok
megértésében. Szóval elég az hozzá, hogy mindkét helyen volt egy idősebb generáció, egy nagypapa nemzedék, bocsánat, hogy most ilyen ironikusan fogalmazok, aki klasszikus értékeket képviselt, és egy lázadó új nemzedék, és e kettő együtt befolyásolta azt, hogy mi is lettem én a későbbiekben. Ebben a közösségnek nagyon nagy szerepe volt, erről már előbb beszéltem, ez az általános lélektani tanszéket mutatja még az Izabella utcai épületben. Ez a szoba, ahol a tanszéki bulikat tartottuk, egyébként Kardos Lajos professzori szobája volt, de átjáróház volt, mert ez volt az egyetlen olyan szoba, ahol, ahogy illik egy egyetemen, egy ruhás szekrény állarca mögé rejtve az egyetlen mosdó volt, ahol a kávéfőzőkhöz vizet lehetett venni. Tehát ha egy vendég beült, az nem tudta, hogy itt van a mosdó, de mindenki oda átjárt. Ez itt az átmenet világát mutatja ez a kép, amikor a 70-es évek végén átköltöztünk a pszichológia az Izabella utcai épületbe, a Hunyadi téren ilyen, hogy mondjam, elég rusztikus körülmények között kolbászozunk. Itt szintén Olá, későbbi dékán úr látszik, Kónya Anikó, professzor emerita, Zétényi Tamás, és én magam, hát elég jó kinézünk, hogy mondjam. Az alsó képen pedig nyelvész barátaimmal vagyok, Néhai Réger Zita és Boris Jarovinszki, Nádasdi Ádám, bocsánat, Sasa Jarovinszki, nem Boris, Sasa Jarovinszki. Jarovinszkijel sokat dolgoztunk együtt orosz-magyar kétnyelvű gyerekek nyelvfejlődésével kapcsolatban, Zitával pedig általában a magyar nyelvfejlődés egész problematikájában. Ugye az ELTE, és ezt nagyon szeretném visszatérően lehetne hangsúlyozni, de hagyj hangsúlyozzam, mint diákkoromra. Egy nyitott világ volt, ahol a tanárok tényleg mindent megtettek. 60-as években vagyunk, a Kádár korszak legközepén. Mindent megtettek azért, hogy lehetőséget adjanak az ambiciózus diákoknak. Én nekem, meg Kónya Anikónak, ez itt Kónya Anikó, ez Anikó már elhunyt testvére, ez a testvér barátnője, ez Kónya Anikó amerikai barátja, ez meg szerénységem. Szóval módunk volt arra, hogy akkor még nem éreztük, nem kapcsoltam ezt Charles de Gaulle nevéhez, ma már tudom, hogy de Gaulle-nak köszönhetően, de Gaulle keleti nyitásának köszönhetően néhány tucat kelet-európai diáknak egyoldalú ösztöndíj lehetőségeket nyitottak meg a francia kultúrpolitikában, a 60-as évek végén. Ez egy hihetetlen, elképzelhetetlen dolog volt. Én magam Anikónak a részletét, hogy hogy jutott ki, nem ismerem, de a sajátomat ismerem. Én azért jelentkeztem az ösztöndíjra, mert Kardos Lajos meg Barkóczi Ilona is bíztattak, hogy de hát te elég jól tudsz franciául, sose tanultam franciául, csak úgy magamtól tudtam, és ők valahogy hallották, de hát nem tudok én annyira, de jelentkezz. Jelentkeztem, elutasították a jelentkezést, de utána derült ki, hogy a franciák ezt a ösztöndíjat úgy értelmezték, hogy a francia kulturális attasé dönti el, hogy ki megy, és nem a kulturális kapcsolatok intézete, ami egy sajátos pártszerv volt. Tehát a kulturális kapcsolatok intézete küldött valakiket, akiket a francia konzul kidobott, hogy ezek tájékozatlanok, nem tudnak semmit, úgyhogy csak egyszer, én már tudtam, hogy nem kaptam meg az ösztöndíjat, és váratlanul karácsony előtt jött egy telefon a kulturális kapcsolatok intézetéből a pszichológia tanszékre, hogy másnap reggel menjek a francia konzulhoz, hát reszketve mentem a kulturális attaséhoz, ahol valami vermutot adott, és közben elkezdett velem franciául beszélgetni, hogy mit gondolok Freud és Ferenczi kapcsolatáról. Ez láthatóan nem nyelvvizsga volt, hanem egy ilyen próbálkozás arra, hogy egyáltalán meglepődök-e ezeken a dolgokon. Nem lepődtem meg, mert tudtam, kikről beszél, és akkor másnap kiderült, hogy én megyek Franciaországba. Éppenséggel a Nanterre-i Egyetemen voltam diák, 3 hónapon keresztül azon a Nanterre-i Egyetemen, ahol a
68-as diák lázadások kezdődtek. Én nem vettem ezekbe részt, de azért, hogy mondjam, ironikusan büszke vagyok arra, hogy Kombenditet én még a medzáról ismerem. Hát, tehát nem a Európai Parlamentből, vagy az újságcikkeiből, és így tovább. Ezek a lehetőségek, és most visszakapcsolom az LT-hez, óriásiak voltak mindkettőnk életét, Kunyanikó életét, az én életemet is radikálisan megváltoztatták. Nyitottá váltam, és megtanultam azt, hogy a tudományban egyszerre kell kozmopolitának is értékelvűnek lenni, és hasonlókat. Az ELTE nyitott világa az országon belül is érvényes volt. Ugye a mi korunkban, amikor mi egyetemisták voltunk, két alapvető kapcsolata volt a kísérleti pszichológus világnak, Krassián Endre világa a Pécsi Tudományegyetemen, akkor még Pécsi Orvostudományi Egyetemnek hívták, és Mérei Ferenc világa Lipótmezőn, ez itt a fiatal Méreit mutatja, Jean Piagetvel az ülő ember az ottan Piaget. Ez a két műhely, nagyon sok hónapot töltöttem, mint eltés gyakorló év részeként ezen a két helyen. Itt tanultam meg mi is a klinikai szemlélet, a Lipótmezőn, Krassián Endrétől pedig, hogy mi is az, amit ma, akkor még nem volt ilyen, hogy idegtudomány, de ma idegtudományi szemlélet és pszichológia egymáshoz kapcsolódásának nevezünk. Mit kezdtem el csinálni? Mivel foglalkoztam az Ötvös Egyetemen? 25 éven keresztül a nyelv pszichológiájával foglalkoztam két irányból. Azért mondom azt, hogy alulról és felülről. Rektor úr említette, hogy szereztem kandidátusi, meg nagydoktori fokozatot is. A kandidátusi fokozatom ezzel kapcsolatos, a nagydoktori fokozatom meg ezzel kapcsolatos. Ugye ezeket én párhuzamosan csináltam, de két különböző megközelítést alkalmaztam a nyelvhez, még magam is éreztem ezek között a feszültségeket. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy a nyelvben a megértés és a produkció folyamatában is mi elemekből építkezünk, és például egy olyan nyelvben, mint a magyar, ahol nagyon bonyolult alaktanú szavak vannak, hát ezt már 6. általánosban tanultuk, hogy kabátjai, mat, és így tovább, hogy ez ebben vannak. Jelek, ragók, ezeknek jellegzetes sorrendje van, és így tovább. És kísérleti munkákkal mi azt mutatjuk ki, ez például Gergely Györggyel, kiváló kollégámmal együtt végzett kísérletünk, ahol egy mondat kulcsszavának hallgatása közben egy kattanásra kell egy gombot lenyomni. Ez a felső, itt a kulcs szó az, hogy csókjaitól, a lilánál pedig az, hogy levendula. Ugye azt látjuk, hogy amikor egy sokszoros morfológiájú szót hallunk, mint a csókjaitól, akkor már menet közben lelassul a külső anyag felismerése. Miért? Mert mi, mint kis nyelvészek, már menet közben számításokat végzünk arról, hogy mi is lehet ennek a szótagnak a tényleges értéke. Nagyon sok munkát végeztem ennek a morfológiai mozzanatnak a részletes kidolgozására. Az alsó ábra azt mutatja, hogy különböző életkorú gyerekekkel, ez különböző nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban, most nem térek át a nem magyar anyagokra dolgozva, azt találjuk, hogy körülbelül 3 éves kor körül a magyar gyerekeknél alapvetővé a rag szerepe válik. Tehát már a 3 éves gyerek olyan, mint egy kis nyelvész. Ez a lila azt mutatja, hogy a 2,5 éves gyerek az még egy ilyen szemantikai elkötelezettségű ember. Elsősorban a mondatban szereplő szavak lehetséges jelentés viszonyaiból indul ki, de hamar észreveszi, hogy ez nem érdekes, és ennek mindenféle érdekes következménye van, érdekes emlékezeti következményei vannak, hogy az olyan nyelvekben, mint a magyar, a rövidtávú mondatmegértés közbeni terhelődés az elsősorban a szavak feldolgozásával kapcsolatos, és így tovább. A másik szenvedélyem viszont fölülről indul,
az átfogó szövegek szerkezetéből. Ugye mondtam, hogy Szépe Györgytől azt tanuljuk meg, hogy a generatív nyelvtan ihletésére mindent szabályok és formalitás köré szervezünk, ez megjelenik a 70-es években a történetekre nézve is, ezt most nem fogom felolvasni, nem kell senkinek félni, de egy egyszerű, két forduló pontos, az alsó ábra is sokkal jobban mutatja, két forduló pontos magyar mese szerkezetét, mint egy bonyolult mondatszerkezetet próbáljuk meg elemezni, és arra voltam kíváncsi, hogy sok száz egyetemistánál ma nem kapnék erre etikai engedélyt, rektor uraknak most titokban elárulom, és a távol itt levőknek is. Sok száz egyetemre jelentkezőt rávettem arra, hogy olvassanak el egy rövid történetet, majd egy, meg két hónap múlva írják le, hogy mit olvasta. Hogy tudtam ezt megoldani? Akkor sok szakaszból állt az egyetemi felvételi. Felvételi vizsgákba illesztettem be ezeket a kísérleteket. Ugye akkor még szerencsére nem voltak etikai bizottságok, ma ezt etikai bizottság biztos, hogy nem engedné meg. De ez azért volt fontos, mert ezek biztos, hogy jól akartak szerepelni. Nem, amit elfelejtettek, azt tényleg elfelejtették. Tehát itt mindenki a legjobb arcát szerette volna adni, és valójában egy olyan típusú különböző rivális, én arra voltam büszke, vagy arra koncentráltam ebben a kutatásban, hogy az akkor nemzetközi szakirodalomban élő 5-6 egymással versengő tudományos predikciós modellt, ami mindegyik a történetek sűrítésének és sematizációjának magyarázatára szolgál, egymással összehasonlítottam. Tehát ilyen eklektikus voltam látszólag, és az alsó ábra azt mutatja, hogy a különböző lehetséges predikciók közül, és ez nagyon fontos a egész további pályám története szempontjából, különböző lehetséges predikciók közül azok a legjobbak, amik azt mondják, hogy egy történet megértése során mi, mint olvasók, vagy gyerekként mi, mint hallgatók, vagy mi, mint mozinézők, valójában a főhős célját és a célhoz vezető, hogy mondjam, szándékláncolatot próbáljuk meg értelmezni, és ennek a szándékláncolatnak a megértése irányítja továbbiakban az emlékezetet. Ugye látható, hogy a két típusú érdeklődésem a nyelv iránt nagyon eltérő. Az egyik az emberi interpersonális cselekvésben, a másik pedig az ilyen akusztikus, nem is tudom mi, kombinatórika világába illeszti. Itt az ELTE-n dolgozva a 70-es évek végétől azután észrevettem, hogy hát van sok diákom, akit érdekel a pszicholingvisztika, de van egy csomó ember, akit mások is érdekelnek, más témák. Kialakulóban van a világban egy olyan törekvés, amit kognitív szemléletnek nevezünk, aminek a lényege az, hogy az embert, illetve bizonyos esetekben a gépeket is, meg az állatokat is úgy értelmezzük, mint olyan lényeket, akik bonyolult leképezéseket alakítanak ki a világról, és viselkedésüket ez a belső reprezentáció a gondolatvilág alakítja. Ez egy nagyon interdisziplinális terület, ahol Neumann János óta a számítástechnikusoktól a neurobiológusokig sok ember vesz részt. Én nekem itt az ELTE-n ebben a tekintetben két, hogy mondjam, szakmai szakaszom volt. Az első szakmai szakasz, ezt jelzem itt pirossal, a tiszta kognícióba való hit, erről prelegálok itten, az az elképzelés, hogy szemben valamiféle naív redukcionista áll neurobiológiai modellálással az emberi megismerést önmagában, tisztán, mondjuk így egy ilyen kicsit logicista módon kell értelmezni. Nem csak bennem, hanem a világban általában 10 évre rá a 80-as évek közepétől létrejött egy fordulat, ami ezt a tiszta megismerést összekapcsolja az evolúciós magyarázat igényével. Itt Daniel Dennettel nagyképüsködök, aki ennek a mondjuk így
tudományfilozófiai és megismerés filozófiai legnagyobb kifejtője, mármint ennek a felfogásnak. És hát ebből születtek mindenféle könyvek és egy kongresszus sorozat. A kongresszusokat többnyire a sajnálatosan már nem eltett tulajdonú visegrádi üdülőben végeztük. A visegrádi üdülő a számunkra, a kognitív mozgalom szervezői számára egy alapvető hely volt. Itt éppenséggel az egyik könyvünket készítjük a visegrádi üdülőbe, itt pedig Csibra Gergellyel máig igen aktív kollégámmal valamilyen előadást készítünk elő. Szóval fokozatosan átalakult, és a tiszta megismerés helyett a mondjuk így interpretált megismerés világa. Itt a ELTE világában dolgozva, nem fogom ezeket elmondani, ne féljen a tisztelt közönség ott a messze távolban, és az itt levő két rektor úr se, csak dicsekedni akarok, hogy mi számos produkciót is létrehoztunk, sokszor sokkal nehezebb körülmények között, mint azt ma elképzeljük. Így nézett ki egy könyv szerkesztése a prekompjúter világban, ugye, ahol 6 példányban betettük az Indigót, és így tovább. Számos sikerünk volt az egyetemen belül, számos sikerünk volt a nagyvilágban is. Nagyon sokan a tanítványaim közül különböző irányokba és különböző országokba elmenve képviselték ezt a meglehetősen átfogó kognitív szemléletet, amit itt kialakítottunk. Számos konferencia szervezésében vettünk részt. Ez itt baloldalt az egyik első, az ELTE által szervezett rendszerváltás éveiben vagyunk, 88-ban szervezett nemzetközi gyermeklélektani kongresszuson, hirtelen be kellett ugrani, nem volt senki, aki ünnepélyesen angolul mondana valami szépet, úgyhogy én teljesen önkéntesen elmentem a tárogató úti, akkor még szakszervezeti székházba, ahol a konferencia volt. Ez volt az egyik első a pszichológusok által Magyarországon szervezett nemzetközi konferencia. Konferenciák világa közt, ha már itt vagyok az aulába, eszembe jut, hogy számos furcsa nemzetközi kapcsolata is volt az Ötvös Egyetemnek. Ennek voltak pozitív oldalai, és voltak már a komikussá vált oldalai is. Az auláról egy ilyen jut eszembe, mikor Ádám György volt az ELTE rektora. Ádám György egyébként egy nagyon átalakító, rendkívül koncepciózus rektor volt. Gondoljunk csak arra, hogy a TTK-n belül az egész biológiai szemlélet átalakulása, az etológia, neurobiológia, genetika és immunológia egyszerre való megjelenésével. Ezek nem léteztek a 70-es évek közepéig az Ötvös Loránd Egyetem kínálatában. Szóval Ádám György volt a rektor, amikor itt az aulában valami miatt nekem is el kellett jönni a pszichológusokat képviselni. Ez a legszürreálisabb élményem, amikor Reza Pahlavi Irán is ahott díszdoktorrá avatta itt az ELTE. Körülbelül egy héttel azelőtt, hogy Pahlavi visszament Iránba, és megbukott. Én azóta mindig ironikusan azt szoktam mondani, hogy különböző autoriter vezetőket ide kell az aulába hozni, díszdoktorrá avatni, talán vudu módszerrel el lehetne érni bukásukat. Szóval sok konferencia. Ez egy nagyon fontos, nem csak a mi életünkben, a budapesti, az ELTE pszichológusainak, a világ kelet-európai pszichológusainak életében nagyon fontos konferencia. 1981-ben Lipcsében az 1966-os moszkvai, még meglehetősen zárt körű konferencia után, ez volt az első világkonferencia, ahol mi, kelet-európaiak, hogy mondjam, olcsón, a világ vezető pszichológusaival összejöhettünk,
Ez egy gyermeknyelvi konferencia, amit Budapesten szerveztünk. Gergely György és én voltam a konferencia elnöke. 89-ben nagyon büszke voltam rá, hogy tósztot tartottam, ahol összekapcsoltam az emberi szabadság és a gyermekek szabadságának kérdését a szabad kutatás egész mentalitásával. Ez szintén egy gyermeknyelvi konferencia, Bodor Péterrel és Winkler Zsuzsával, két tanítványommal, azóta kollégámmal a Trieste Egyetemen. Ez pedig a már emlegetett Dunamenti Országok konferenciája, Ciglár Istvánnal megyünk ott két épület köz. Ez pedig egy nemzetközi gyermekfejlődési konferencia, nem nagyon látszik rajta, Maja Hickmannal és egy másik francia kolléganővel az Ecserúti piacra mentünk a konferencia szombati esemény napja helyett, mert ők valami izgalmas dolgot szerettek volna látni. Közben azért, hogy valahogy megalapozzuk, hogy mi nem csak mink vagyunk fontosak, nagyon sok fordított könyvet készítettünk, ezeknek a fordításaiban én, illetve tanítványaim nagy szerepet játszottunk. Olyan sorozatokat indítottam el, amik azt akarták megmutatni, hogy az emberi megismerés vizsgálata három lábon nyugszik, az egyik láb a kísérleti pszichológia, a másik láb az idegtudomány, a harmadik láb pedig az evolúciós gondolkodás, és ez a három együtt haladja meg a pszichológia régi dilemmáit és hasonlót. Számos tankönyvet is létrehoztunk, illetve tankönyveket fordítottunk. Ezek mindmáig sikeres, sokféle tankönyvek, a nyelvészettől kezdve a tudománytörténet különböző mozzanataig. Az ELTE világában nagyon sok barátunk és nagyon sok izgalmas szakmai kapcsolatunkra tegye. Már említettem, hogy ebben az értelemben az ELTE nagyon fontos üzenete, a nyitottság. Itt mutatok egy baráti összejövetelt, Barkóczi Ilonát látni, és mellette Putnoki Jenőt. A két külföldi, aki ott fontos, ez Gordon Claridge, a modern személyiségélettan egyik leghíresebb képviselője, és John McGigan, egy amerikai radikális behaviorista. Itt Chomsky-nak vagyok éppen a felvezetője egy konferenciára Budapesten. Ez a lilával mutatott ember pedig egy szintén az ELTE által szervezett, 10 évig vagy 15 évig létezett Moszkvai Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem diákcsere kapcsolat. Boris Velicskovszky és én kísérő tanárok voltunk. Boris mindmáig jó barátom, nagyon jó szakmai kapcsolatban vagyunk. A látás és a nyelv kapcsolatával foglalkozó legsokoldalúbb emberek egyike. Itt a két nyíl magyarázatra szorul. Putnoki Jenő kollégámmal, ebben ő volt a mester, vagy 10 éven keresztül foglalkoztunk Charles Osgood nyelvpszichológiai, mondjuk így módszertanárok magyar adaptációival. Ez egy nagyon fontos ljubljanai konferencia. A kék nyíllal mutatom Osgoodot, a piros nyíllal viszont Habermas, nem Gusztávot, akiről mi nem tudtunk, hogy ki. Gusztáv egy állandóan lelkesen segítő, tökéletes, egyszerre pszichológus, nyelvész, angol fordító, rendkívül sokoldalú ember volt. Azóta tudjuk róla, hogy 3x3-as ügynök volt, sőt, még rosszabb. A végén azt is kiharcolta, hogy ez a titkos állományú tisztje legyen. Most jelenleg az egyik új-zélandi egyetem egyetemi titkára, aki mindig fölháborodik, mikor fölemlegetik neki ezt a múltját. Eljutottam, mint ELTE tanár, a Stanford Egyetemre, a Center for Advanced Studies in the Behavior Sciences. Itt mutogatok erről képeket. Kalifornia nagyon fontos volt az életemben, mert joggal kérdezheti mindenki, hogy hát ha ilyen jó volt az ELTE-n, tényleg nagyon jó volt, akkor miért mentem el 1998-ban? Ennek három oka volt. Az egyik oka Kalifornia. Valami miatt, én nem tudom mi ez, de pszichológusok hárman voltunk eddig
a Stanford Egyetemen ebbe a kutatóintézetbe, Fülöp Márta, Gergely György és szerénységem. Mind a hárman, amikor hazajöttünk, ott hagytuk a munkahelyünket. Az itt levő emberek közül, akikkel együtt röplabdázok, mindenki munkahelyet váltott. Ennek van egy ilyen nagyon furcsa hangulatképző eleme, nem általában Kaliforniának, hanem annak, hogy ezen a helyen az otthoni kompetíciók világából kikerülve csak a gondolkodással foglalkozol, és csak okos emberek között vagy, és akkor az az illúziót, hogy te is milyen okos vagy. A másik ok volt egyébként egy speciális ok is, lokális ok. Ez, hogy mondjam, ezt nehezen tudom megfogalmazni, de ez a munkával kapcsolatos rektorurak is tudják, hogy amióta olyan fontos lett a tudományos teljesítmény, nagyon jó, hogy olyan fontos lett, az egyetemeken állandó feszültség van a között, hogy tudósok legyünk, vagy tanárok, és nekem, mint tanszékvezetőnek, akkor már 15 éve voltam tanszékvezető, konfliktusaim keletkeztek a kollégáimmal, akik gyűlöltek tanítani. Nekem egy-egy fél évben 1000-1200 diákom volt, és volt a tanszéken olyan kollega, akinek összesen 3 diákja volt. És az ezekkel kapcsolatos vitákban a közösség mindig azoknak adott igazat, akik azt mondták, hogy nem kell tanítani, sokkal fontosabb, hogy én milyen nagy tudós legyek. Ezt a dilemmát én nem voltam hajlandó elfogadni. Továbbra is meggyőződésem, hogy a tanár és a tudós együttesen alkotja az egyetemi hivatást. A Szegedi Egyetemre mentem, ott lettem egyetemi tanár. Ott kezdtem el nagyon alaposan foglalkozni a pszichológia történettel, ott keletkezett ez a könyvem, és ott lettem először, hogy mondjam, professzionális Mikulás, amit hát azóta is nagyon sokszor próbálok gyakorolni különböző formákban. Ez volt a csúcs teljesítmény, ahol Krajcsi Attila akkor tanársegéd személyében, miközben én mikuláskodtam, hirtelen megjelent egy kék ruhás ellen Mikulás, és egy ilyen ördögök harcává vált a Mikulás rendezvény. A Budapesti Műszaki Egyetemen valójában tovább folytattam számos az ELTÉ-ről oda átkerült, vagy átjött kollégával a kognitív szemlélet, mondjuk így, beágyazását a technológia világába, és abba a világba, ahol a megismeréskutatás nem pusztán biológiai beágyazást, hanem neurokomputációs beágyazást kap. Kovács Gyulával és Gulyás Balázsal, Balázs most a Szingapúri Műszaki Egyetem professzora, ekkor ebben a szemléletben írtuk, vagy készítettük más szerzőkkel együtt egyik legkiválóbb könyvünket. Milyen témákkal foglalkoztam azután, mind a Műegyetemen, mind az Eszterházi Károly Főiskolán? Nagyon röviden, a téri nyelv problémájával, ami egy olyan különleges világ, ahol az a meggyőződésünk, hogy a kogníció, a nyelv és az idegrendszer között sajátos megfelelések vannak, nagyon jól követhető a nyelvi rendszerben. Van egy olyan furcsa kettőség, hogy sok tízezer főnevünk van, és néhány tucat ragunk és névutónk. Hogyan lehetséges ez? Sokunk szerint azért, mert az egyik rendszer az elsősorban a tárgyak közötti orientációhoz kapcsolódó falilebenyhez kapcsolódik az idegrendszerben, a másik viszont a tárgyak alakszerű felismeréséhez. Ezt vizsgáltuk mesterséges kifejezések tanulásával, és nagyon sokféle módon. Azt mutattuk ki például különböző gyerekeknél, hogy az a vonás, ami megvan a spontán beszédben, hogy a gyerekek már 2 éves kor körül elsősorban irány, cél központú téri kifejezéseket használnak, ez mesterséges helyzetekben is így van, vagyis ez azért érdekes szakmailag, hogy a célpreferencia a gyermeknyelvben
az egész vizuális és nyelvi orientációs rendszer egymásra vetítéséből is nem egyszerűen abból fakad, hogy mit hallanak a szülőkkel. Számos történeti témájú új könyvem született azóta angol nyelven is, és így tovább, ami nézve az az érdekes, hogy vajon, mint az utóbbi 10 évben dominálóan csinálok, a pszichológia történet, van ebben valami új? Az előadás elején már említettem, hogy én 3 újdonságot hangsúlyozok. Egyrészt, hogy a bölcsészet és a biológia határait feszegető igazi szakmaközi vállalkozás a modern pszichológia. Sokkal nagyobb szerepe van benne az európai hagyománynak, mint azt hiszük, és kvantifikált módszerek is használtok. Ez itt például azt mutatja a nemzetközi szakirodalom kulcsszavainak elemzése alapján. Sok 10 000 kulcsszóról van itt szó, hogy ez az ábra a kognícióra, ez pedig a viselkedésre utaló kifejezések aránya, hogy az, amit régen azt hittük, hogy a 60-as évek a kognitív szemlélet győzelme, ez nem így van, a kognitív szemlélet sokkal később győzés, így tovább. Ha mint pszichológust kérdeznek, hogy mi az én meggyőződésem az emberi pszichológiáról, azt tartom, hogy a 20. századi pszichológia örökségének legfontosabb elve, hogy a magyarázó elvét tesszük a fejlődést, és úgy vagyunk természettudományos orientációjúak, hogy ezt nem kizárólagosnak tartjuk. Közben töltöttem egy évet a Kollégium Budapestben is. Azért mutatom meg ezt a képet, mert egy kedvenc, az LT-hez kapcsolódó, az itteni éveimben kialakult szerveződés diákjait mutatja. Ez itten Szatmári Őrs, Nánai Bence, Zemblén, Gábor és Gervai Judit, Bence az Antwerpeni Egyetemen, Zemplén itt az LT-n, Szatmári Őrs is az LT-n, Judit a párizsi René Descartes Egyetemen van. Mi ez a szerveződés? Ennek a jelvényében jöttem, a láthatatlan kollégium. Tovább folytattuk, tehát még a 2000-es évek fordulóján is azt a hitet, hogy nagyon fiatalon ezek az emberek, Bence és Judit akkor 21-22 évesek, nagyon fiatalon tudományos partnerekké tehetők, és ezzel új lehetőségeik nyílnak meg. Őrs itt egy nagyon kiváló evolúciós nyelvész barátomnak, Derek Bickertonnak magyaráz éppenséggel, egy dunai hajóúton. Jelenleg a nyugdíjas éveimet a CEU közösségében töltöm, ahol olyan barátaim vannak, akik egykori tanítványaim voltak, most kollégáim, Gergely György és Sibra Gergely, és amit ott nagyon jónak érzek, hogy mi is valahol a tényleges tudományos interakciók szerepe a gondolkodás fejlődésében. Ezt átugrom, hogy egy záró diával mutassam meg, mi is az üzenete annak, amit itt a alumnus közösség számára szeretnék összefoglalni, mi a különlegessége annak, ahogy én látom, az eltéről való indulást. Az egyetem nyitott intézmény. Az egyetem nyitott a más karok, a nagyvilág, a más egyetemek és az életterepei felé is. Amikor mutattam Krasztián Endrét, Mérei Ferencet, Nantert és így tovább, ezt én nagyon komolyan gondolom, és nagyon komolyan gondoltuk itt például, amikor az egész kognitív mozgalom elindult, mi ezt nagyon szoros össze az együttműködésben indítottuk Csányi Vilmos etológia tanszékével és így tovább. A másik mozzanat, és ez a konfliktusaim mindig ezzel kapcsolatosak, oktatás és kutatás egyensúlyában kell élni. Az egyetemet azt különbözteti meg a főhivatású kutatóintézettől, hogy mi itt egyszerre szeretünk átadni és teremteni tudást. Nem kizárólagos az egyik se, Kardos Lajost emlegettem, ő mondta mindig, hogy olyan tanár, aki nem kutat, az nem tudja, hogy mit tanít, aki viszont nem tanít, az nem tudja, hogy mit kell kutatni.
A tanítás révén igenis állandóan arra vagyunk kényszerítve, mint kutatók is, hogy szembesüljünk azzal, hogy valami integratív egészbe kell helyezni azt, amit éppen kutatunk, és az utolsó mozzanat az Universitas klasszikus, most nem fogom egy régész rektornak itt ezt elmagyarázni, hogy az nem egyszerűen a tudások összessége, hanem a diákok és tanárok szövetsége, azoknak a közössége. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet mind az itt levőknek, mind a távolról figyelőknek, és várom a kérdéseket. Bocsánat, hogy hosszú voltam. Nagy-nagy köszönet az előadónak a több szempontból is rendkívüli előadásért. Most jönne a kérdéseknek a sora, de úgy értesültem, hogy nem érkeztek be talán az időeltolódás, de nem látszanak a kérdések az előadás alatti megjegyzés rovatban. Úgyhogy még egyszer nagy köszönet az előadónak. Köszönet önöknek is, hogy részt vettek ezen a rendkívüli előadáson. 3 hét van pontosan hátra addig, hogy az SZIA bevallásokat meg lehessen tenni. Kérem, gondoljanak alma máterükre, és támogassák az ELTE alumni alapítványt. Találkozzunk, az egyetem megnyitja kapuit sorozaton, ugye jól hangzik ennek a neve is, tehát az egyetem megnyitja kapuit sorozat, 1 hónap múlva kerül sorra a fűvészkertben. Arra, hogy ez milyen formában kerül megszervezésre, az egyenlőre legyen meglepetés. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok! Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet!